Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit titkol el előled ez a jóslás? Ez egy általános kivetés, de én biztos vagyok abban, hogy neked szól. Valami szól hozzád, hiszen nincsenek véletlenek, és nem véletlenül tekinted meg ezt a felvételt. Lehet, hogy ez a hír pontosan az, amire most szükséged van. De ha szeretnél egy személyes jóslást, arra is megvan a lehetőség. E-mailen keresztül írhatsz nekem, és elkészítem akkora jóslást, vagy ezt, mit titkol el előled, vagy egy másikat. A díjam minden esetben, minden jóslásnál 4000 forint. Asztrológiával együtt 10000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. És most megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. A fő téma itt van középen. Ez a park jelenti a nyilvánosságot. Összefuttok a nyilvánosságon. Az is lehet, hogy ő úgy tesz, mintha véletlen lenne. Vagy felvállal téged a nyilvánosságon. Az is lehet, hogy megkapod tőle az elismerést. Ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható, tehát megjelensz az ő gondolataiban, és szeret téged, értékel téged. De látható itt a felhő, hogy minden olyan átláthatatlan, olyan, mint egy fátyol kettőtök között, hiszen nem mondja ezt nyíltan ki. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt. Itt voltak nézeteltérések. Lehet, hogy emiatt még olyan dacos, és nem mondja ki azt, hogy ő tényleg értékel téged, és felvállal téged a nyilvánosságon. Itt ez a horgony jelenti a biztos párkapcsolatot, ahol ő le tud horgonyozni. Ez a terve, ez a vágya. A horgony jelentheti a munkáját is. Előfordulhat, hogy a munkahelyén vannak félreértések, viták, és minden olyan átláthatatlan számára. Itt megjelennek az utak és hozzák a döntéseket, hiszen ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Nem csak ami kettőtöket illet, hanem ami a munkáját illeti. Sőt, itt megjelenik a háttérben a hamisság. Ez lehet egy hamis személy. Itt a madarak jelentik a kommunikációt, lehet, hogy ő hallott valamit, és ez nem a valóság, valaki hazudott neki. Amit a ravaszróka még jelenthet, hogy valaki figyelgeti őt, vagy valaki figyelget benneteket, de nem beszél nyíltan erről. Amit ez a kártya még jelenthet, a negatív gondolatok vagy érzelmek, amikor úgy érzi, ó, ebből úgysem lesz semmi, vannak félelmek, bizonytalanságok, de mégis látható, hogy útban van hozzád, hiszen gondol rád, nálad lehorgonyozott, és hamarosan lesz ez a könnyűség, a vidámság és a beszélgetések. És ez volt a felvétel, mit titkol el előled. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!